A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Vidi László Tamás, a Trianon Centenáriumi Emlékbizottság elnöke. Tisztelettel köszöntelek. Köszöntöm. Nagyon fontos pillanat köszöntöm. Volt ez az életünkben, ez az idestova ötesztendő, hiszen 2018-ban döntött a város közgyűlése arról, hogy megkezdheti munkáját a Trianon Centenáriumi Emlékbizottság, és bizony számtalan olyan pillanat volt, amit bizonyosan nem cserélne el senki, aki szeret elmélyedni a magyar történelem eme korszakában. Honnét jött a gondolat? Kezdjük talán ezzel. Hiszen azt tudjuk, hogy 2020 az egy fontos, június 4-e az egy fontos pillanat, tehát erre készültünk, számítottunk rá, viszont sokkal mélyebben tudott foglalkozni ez a bizottság az előtte és utána történésekkel. Ez pontosan így van, hiszen 1920. június 4-e az a magyar történelemnek és a magyar nemzet számára egy olyan időpont, egy olyan nap, amire emlékezni kell. Ugye erről 2010-ben a nemzeti összetartozásról szóló törvény is rendelkezik. Meg kell ismertetni a fiatalokkal, meg kell ismertetni ezzel a nemzettel, hogy mi is történt vele, és hogyan jutottunk el 1920. június 4-éhez. Hát erre az egyik legkiválóbb alkalom épp az aláírás centenáriumának századik, tehát a századik évforduló volt, és én ezúton is köszönöm polgármester úrnak, hogy már 2018-ban őszén, amikor felmerült ennek a Centenárium Emlékbizottságnak a gondolata, akkor ezt a gondolatot felkarolta és támogatta, és így aztán azt gondolom, hogy a város legkiválóbb szakmai elitje, illetve országos szaktekintélyek voltak azok, akik ebbe a munkába bekapcsolódtak és közreműködtek. És hát az volt az elképzelés, ahogy szerkesztő is mondja, hogy ne csupán az 1920-as évre és a június 4-ére koncentráljunk, persze az sem lesz megkerülhető, vagy nem volt megkerülhető, hanem nézzük meg azt a folyamatot, hogy mi vezetett el 1920. június 4-hez. Mi vezetett el Trianonhoz? Mi vezetett el ahhoz az összeomláshoz és ahhoz a nemzeti tragédiához, amelynek a következményeit a mai napig viseljük, és azt gondolom minden magyar embernek a lelkében, a zsigerében ott van, valahol az agyunkban mindig ott van Trianon és annak a következménye. Tehát megnézni az előzményeket, megnézni az azt követő időszakot, megnézni, hogy hogyan lábalt ki ez az ország ebből. De volt itt egy nagyon fontos másik szempont is. Nevezetesen az, hogy amikor ilyen nagy évfordulók jönnek, gondoljunk itt az első világháborús évfordulóra, de most ugye az 1920-ról beszélünk, akkor általában mindig országos dimenzióba helyezik ezeket az eseményeket. A Centenáriumi Emlékbizottságnak, hiszen Székesfehérvári Centenáriumi Emlékbizottságról van szó, az volt az egyik legfontosabb feladata, hogy ezt az eseménysort, ezt a 10-es évektől egészen a 20-as évek elejéig terjedő időszakot, ezt ne csak országos nézőpontban vizsgálja, hanem egy lokális, egy helyi dimenziót is felmutasson. Természetesen nem kerülhető meg, és valamennyi konferencia, amit mi megszerveztünk ezzel kapcsolatban, az mindig egy nemzetközi összefüggésből indult, és a nemzetközi összefüggések, a nemzetközi relációkra rávilágítva jutottunk el az országos eseményekig, a legfontosabb országos eseményekig, majd azt folyamatosan tovább göngyölítve mélyfúrásokat próbáltunk elvégezni, és a megyei és a városi eseményeket, és a nemzetközi országos trendek hogyan csapódnak le Fehérvár megyében, hogyan csapódnak le Székesfehérváron. Ezt akartuk mi megvizsgálni, és erre fűztük fel valójában egy kronológiai rendbe a mi elképzelésünket. Azért hozzáteszem, hogy 2020-ban azért volt egy törés, hiszen nem csak a
az emlékbizottság működését, hanem ezt az egész országnak, sőt az egész világnak a működését alaposan felbojdította, letompította és megállította a Covid-járvány. A koronavírus járvány, így van. Az első előadás 2019-ben volt. Még mielőtt erről beszélnénk, hiszen itt Magyarország Fejér megye és Székesfehérvár 1918 és 19 fordulóján, ez egy rendkívül fontos történelmi időszak. Milyen elvek mentén sikerült kiválasztani azokat az előadókat, azokat, akik ezeket a tanulmányokat megírták? Hát mindenképpen az volt a cél, hogy a témához legjobban értő szakemberek, és a témát legjobban kutató szakemberek, vagy legrégebb óta kutató szakembereket hívjunk meg. Országos szaktekintélyeket, egyetemi tanárokat, professzorokat, de nagyon fontos volt, hogy nyilván a helyi események vonatkozásában a helyi kutatók tudnak, a helyi történettel foglalkozó kutatók tudnak, levéltárosok, múzeológusok, történészek tudnak valójában a helyi témákról a legautentikusabban beszélni. Ugye, amit szerkesztő úr említett, itt ugye ez 2019. februárja elején volt az első olyan konferencia, amit megszerveztünk, hát nem véletlen volt az időpont választása, hiszen február első napjai 1919-ben Fejérvár megyében és Székesfehérváron rendkívül fordulatosak voltak, és gondoljunk itt Károly József főispánnak a szerepéről, akiről Demeter Zsófi egy kiváló előadást tartott. Na, tehát a Törvényhatósági Bizottságnak, amikor beterjeszti Károly József a kormány elleni bizalmatlansági indítványát, hát az egy korszakalkotó dokumentum, amelyet egyébként kínálták, hogy több vármegye és törvényhatóság is kövessen, és amiről kevesen beszélnek, hogy ennek az lesz Fejér vármegyében és Székesfehérváron a nagy következménye, hogy még az országos eseményeket megelőzően itt valójában helyben már bekövetkezik március 21-ei előtt jóval a proletár diktatúra és a bolsevik hatalomátvétel. Tehát ez egyébként egy kikerülhetetlen, egy nagyon fontos kérdés volt, hogy erről beszéljünk, és a helyszín kiválasztása is ehhez igazodott. Hiszen abban a teremben, abban az ülésteremben zajlott a konferencia Vármegyeháza dísztermében, ahol annak idején 100 évvel korábban Károly József azt a híres bizalmatlansági indítványát elmondta. Tehát a hely szelleme is adott volt hozzá. Ezúttal is köszönöm Molnár Krisztián elnök úrnak, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy ezt a konferenciát ott tartsuk meg. És aztán, ami érdekes ehhez a konferenciához kapcsolódóan, hogy Károly Józsefnek az unokája, ugye Károly György, aki akkor Magyarország nagykövete volt Párizsba, és hát nem tudott személyesen jelen lenni, de egy nagyon meleg hangvételű levélben köszöntötte a konferenciát, és emlékezett nagyapjának a fantasztikus teljesítményére, politikai érzékére. Nem véletlen, hogy a kötet előszavában én hosszan idézem Károly Györgynek a leveléből, mert azt gondolom, hogy egy nagyon mélyreható, súlyos gondolatokat és tovább gondolásra érdemes gondolatokat fogalmazott így meg. Így van, és ez a jelenben is nagyon-nagyon fontos. Ez mindenképpen. Mint ahogy fontos a második előadás is, hiszen én azt gondolom, hogy ugye már áprilist írtunk, de azért az apokalipszis jött, vagyis evangéliumot hirdettek, és apokalipszis jött. Ez mindenképpen egy kicsit utal már arra is, hogy mi minden történt velünk a kommun idején. Így van, tehát ha a folyamatokat nézzük, akkor megkerülhetetlen volt, sőt szükségszerű volt az, hogy az 1919-es proletár diktatúra országos és helyi eseményeivel is foglalkozzunk. Hát Székesfehérvár alaposan megszenvedte ugye a különítményeknek a szerepét itt Székesfehérváron, de ennek is volt egy mély fúrása, tehát volt olyan előadás, amely kifejezetten csak ezzel foglalkozott, de foglalkoztak előadások valójában a Tanácsköztársaság ideológiájával, propagandájával, kultúrpolitikájával. És ami egyébként nagyon érdekes, hogy, és én kiemelném azt az előadást, Gulyás László professzor úrnak azt az előadását, amikor ennek az egész tanácsköztársaságnak a nemzetközi dimenzióját elemezte. Ugye ma már azt hiszem, hogy a
közönség szakberkekbe ismert, hogy a tanácskormányt meghívták Párizsba a békekonferenciára. Pontosabban nem magára a konferenciára, hanem az akkori 1919 nyarán már elkészült valójában a Magyarországgal megkötendő békeszerződésnek a tervezete. 1919. júniusában a második Clemenceau jegyzék már közölte Magyarország tervezett határait. Pontosabban hadd fordítsam meg, nem Magyarország határait, hanem Csehszlovákia határait és Románia határait. Ez azért érdekes, mert volt tehát a csehszlovák és a román érdekek voltak előtérbe helyezve, hát majd ott húzódik a magyar-csehszlovák határ, ahol majd a békekonferencia ezt meghúzza. És ezek a térképek egyébként már 1919 nyarán publikussá váltak. Ez azért is érdekes, mert a közvélemény már 19 nyarán szembesült azzal a sokkoló hatással, hogy ránézett arra a térképre, ránézett a történelmi Magyarország térképére, és bele voltak rajzolva az északi és a keleti tervezett határok. Tehát még a trianoni diktátum előtt viszont volt egy harmadik előadás, tehát a június 4-ére visszatekintő, ami megint csak rendkívül fontos dolgokat elemzett. Ez ugye a 99. évforduló volt, ugye 2019-ben. Ennek két fontos eleme van. Ugye egyrészt ez ugye Andrej Tóth barátom a Prágai Egyetemről, aki a korszakkal foglalkozik, kiváló magyar történészről van szó, elemezte azokat a folyamatokat, amelyek 1919 tavaszán zajlottak Párizsban, és volt megint csak helyi aktualitása ennek a konferenciának, nevezetesen egy olyan kötetnek a reprint kiadása jelent meg, és tudtuk bemutatni, és itt köszönöm meg szintén a város támogatását, illetve Csurgai Horváth József igazgató úrnak a szakmai közreműködését, hogy meg tudott jelenni az a kötet, amely 1927-ben jelent meg, és a proletár diktatúra Székesfehérvár és Fehér vármegyében címet viselte, és ez a kötet egyébként ugye 1945 után abszolút a tiltó listára került, a könyvtárakból eltűnt, valójában akik ezzel a korszakkal, akik Székesfehérvár 1919-es történetével akartak foglalkozni, a Juhász Viktor kötetéről van szó, azok gyakorlatilag csak szamizdatba olvashatták, fénymásolva egymásnak adva az emberek. Most egy reprint kiadásban kézbe vehető, olvashatta egy nagyszerű előszóval, amit Csurga igazgató írt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel is egy hiánypótlást tettünk. A másik pedig, hogy 2019-ben indult útjára egy hétkötetes nagy Trianon monográfia sorozat, amelynek most már az ötödik kötete van egyébként nyomdába, és négy már megjelent, de az első kötetet azt itt Székesfehérváron ezen a konferencián mutattuk be. És hát a negyedik előadás, én azt gondolom a századik évforduló megdobogtatta a szívét, nemzeti sorstragédiánk századik évfordulója mindenkinek. Az más kérdés, hogy természetesen ugye akkor volt a koronavírus járvány csúcson, ha úgy tetszik, azt kevesen láthatták, bár ugye mi közvetítettük teljes egészében, de azt gondolom, hogy az volt egy olyan tanulságos történet, amit ha visszatekintünk, akkor nagyon-nagyon kevesen mulasztanának el, hiszen ahogy már a cím is szólt, hogy amikor megállt a nemzet szívverése előadássor, az hát helyek közel én azt mondom, hogy feltárta mindazokat az okokat, illetve a későbbi történések kapcsán is rájöhettünk arra, hogy mit veszítettünk. Ez egy fontos pillanat volt, tehát ismétlem magam. Hát ez igen, is. Ez is. Én azt gondolom, hogy ez még volt két olyan fontos konferencia, ami egyrészt a román megszállásról szólt, hiszen a románok 1919 májusában már a Tiszánál állnak, az egész Tiszántúlt birtokba vették, majd 1919 augusztus elején gyakorlatilag egy hatalmas lendülettel elfoglalják Budapestet, és egészen ugye a Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Adony vonaláig nyomulnak előre, és bizony Székesfehérvár városába is bevonulnak a román csapatok, és hosszú hónapokon keresztül hát nagyon, nagyon kemény atrocitások zajlanak, hát egy idegen katonai megszállás, és Magyarország módszeres kifosztása zajlik. Tehát erről is beszéltünk. Aztán beszéltünk, ugye, hogy szerkesztő is említette, terveztünk egy nagy konferenciát
a századik évfordulóra, amit hát elvitt a Covid, és hát itt azért köszönet a Fehérvár televíziónak, hogy azért annyi lehetőségünk volt, hogy ugyan közönség nélkül, de egy előadásban annak a napnak a történéseit, annak az 1920. június 4-i napnak a történéseit górcső alá vehettük, egy előadást lehetett meghallgatni, közvetítette a városi televízió is, és gyakorlatilag ott szinte napról napra, hiszen ugye 1920. május 31-én ül fel az Orient Expressre az a delegáció, amelyet dr. Benárd Ágost munkaügyi és népjóléti miniszter vezet, és ott van vele ugye Drasse Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, akik kénytelenek voltak kiutazni Párizsba, és kézjegyükkel ellátni ezt a trianoni dokumentumot és az okmányt. Tehát ezeknek a napoknak a történéseit, ezeknek az óráknak a történéseit vizsgáltuk, és mutattuk be az érdeklődőknek, hozzátéve azt is, hogy mindez a nap, ezt a napot hogyan élte meg az ország, hogyan élte meg a főváros, hogyan élte meg Székesfehérvár. Ezek szívbe markoló dolgok, hiszen gondoljunk abba, hogy tényleg magyar embernek ennél rettenetesebb feladat nem adódott, mint hogy egy ilyen csonkolást, egy ilyen tragédiának az ellenjegyzését kénytelen megtenni. Ez a alig negyedórás ceremóniának a feldolgozása, bemutatásra került, szinte percről percre kísértük végig a magyar delegációnak az útját, valójában a szállodából hogyan jutnak el oda Párizsba, hogyan jutnak el a Grand Trianon kastélyba, milyenek a körülmények, és talán még az is fontos dolog, hogy annyi-annyi legenda kering ennek az aláírásnak, meg az aláírók körül, ugye sokan mondták, hogy Aponyi írta alá, nem, Aponyi nem írta alá, de aláírta volna, Teleki se írta alá, bár ő is aláírta volna a pozíciójukból adódóan. De azt gondolom, hogy itt is fontos volt az, hogy egy hiteles, reális, valós képet adjunk arról, hogy mi is történt ott a Márvány Trianonban 1920. Ez történelem és nem mese. Függetlenül attól egyébként is, hogy mellékszál, hogy Burján Zsigmond két filmjében nagyszerűen ábrázolja. A második részben például, ugye, amiről méltatlanul keveset beszélünk, ugye a Székesfehérvár román megszállása feltűnik a filmben is. Igen. Viszont az ötödik rész az ilyen értelemben mindent vitt. Annál is inkább, mert hogy egy kicsit már kaptunk ízelítőt belőle a Vörösmarty Színház előadásából, a Trianon című dráma, ahol én azt gondolom, hogy egy fantasztikusan felépített darab mutatta be a békediktátum aláírásának történetét és Aponyi Albertet. Tehát az utolsó, a záró előadás, ugye Gróf Afonyi Albert munkásságát idézte meg, mindaddig, amíg értelemszerűen, és nem csak Trianon az aláírásig, hanem azon túl és előtte is. Ez fontos volt? Én azt gondolom, hogy ez a kérdéskör Aponyi Albert személyének a vizsgálata nélkül, az ő tevékenységének ismertetése nélkül nem lett volna kerek. Ezt a konferenciát egyébként mi már korábbra terveztük, de ahogy említettem, ugye a Covid elvitte ezt a konferenciát, de úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképpen meg kell rendezni. Ezzel kell zárni ezt a közel 5 esztendőt, 4,5 esztendőt, amit a Trianon Centenárium Emlékbizottság elvégzett, hiszen ha valaki meghallja a gróf Aponyi Albertnek a nevét, akkor egészen biztos, hogy az a híres 1920. január 16-i híres nevezetes védőbeszéd jut eszébe. És ha már itt tartunk, egy fehérvári gondolatot hadd hozzak be. Ugye január 16, pár napra rá, január 21-én Székesfehérvár közgyűlése már egy határozatot fogad el, és juttat el a kormányhoz, amelyben egyrészt méltatja Aponyinak a szerepét, másrészt pedig tiltakozik a tervezett diktátum tartalmával szembe. Tehát gondoljunk bele, január 16, január 21, 5 napon belül ez a város azonnal reagál. Azonnal reagál Károlyi főispán, azonnal reagál Zavaros Aladár polgármester. Tehát gyakorlatilag ez a város együtt lüktet az országgal. Mert te visszakanyarodva Aponyihoz,
Tehát az a beszéd, az egy szívet, lelket merengettető beszéd. Ott a magyar érvrendszer az olyan világosan és kristálytisztán fogalmazódik meg, hogy aki azt a beszédet meghallja, elolvassa, az azonosul a magyar gondolatokkal, azonosul ezekkel a magyar érvekkel. És hogy miért pont ezt a február 7-i napot választottuk ki? Most azért, mert ez a nap egy szomorú nap ilyen értelemben, hiszen Aponyi Albert halálának a 90. évfordulója. De azt gondoltuk, hogy így méltón meg tudunk emlékezni Magyarország tényleg nagy, egyik legnagyobb formátumú magyar politikusáról, Aponyi Albertről, akinek az egész élete, ahogy a konferencia előadásai is ezt végigkísérték, ugye a dualizmus időszakával kezdődik. Rendkívül sok varga betű van ebben a dualista időszak politikai korszakában, Aponyi életében is számos varga betű, számos kitérő. Ugye rávilágított az előadó arra, kereste, hogy hát hiszen egy ilyen nagy formátumú államférfi, hogy nem jutott abba a legfontosabb közjogi szerepbe, a miniszterelnöki szerepbe. Bár ugye tudjuk, hogy számtalan alkalommal volt ő miniszter, nem véletlen ugye a Lex Aponyi, ugye az 1907-es népiskolai törvény, ami szintén ugye külön előadás témáját volt hivatott feldolgozni, hogy ezt mennyire forgatták ki, mennyire csavarták ki a nemzetiségi politikusok, mennyire érveltek és mennyire próbálták egyébként Aponyit lejáratni későbbiekben is, ezen keresztül Párizsban. És aztán nyilván Aponyinak a párizsi szerepvállalása, és hogy milyen szerepet vállal magába az aláírás kérdésében, majd később a béke ratifikációjának a kérdésében, és amikor ezt ő tudomásul veszi, hogy nincs más választás, ennek az országnak nincs más választása, mint aláírni és ratifikálni, mert csak így lehet visszailleszkedni ugyan egyelőre trianoni keretek között, de a nemzetközi életbe. És egyébként Aponyi, aki Székesfehérvár díszpolgára is lett, amikor eljön Székesfehérvárra, és átveszi a díszpolgári címet, akkor mond egy hatalmas beszédet. És ebben a beszédben, egyébként hasonló beszédet mond Jászberényben is, hiszen ott volt országgyűlési, illetve akkor nemzetgyűlési képviselő, de valójában utat mutat, célt mutat, kiutat mutat, egy nagyon fontos jövőképet ad a nemzetnek. Nem összetörni, nem bezárkózni, hanem hogyan kell felemelni a fejünket, hogyan kell előrelépni. És egyébként erről is voltak előadások a konferenciákon, hogy milyen konszolidációs kormányprogramok fogalmazottak meg. Gondolok itt már a Huszár kormányra, vagy a meglehetősen elfededett Simonyi Szemadam Sándor vezette kormányra, amelyek olyan konszolidációs kormányprogramokat fogadtak el, és tettek le az asztalt, indították el ezt az országot. Egy emelt fel fejedette, büszke nép. És erre lehetett építeni, erre tudott építeni Teleki Pál, és erre tudott építeni Bethlen István, és nem véletlenül a 20-as évek közepére ez az ország gyakorlatilag kilábol a trianoni sok hatásból, beilleszkedik ebbe a korabeli Európába, de soha nem feledi el, hogy mi történt vele Trianonban. Ja, Aponyi Albert szerepvállalása eleve rendelés volt, ma már kimondhatjuk ezt. És az is, hogy Székesfehérvár adhatott otthont ennek a kötetnek, amit itt szeretnék megmutatni természetesen. Elérte azt a célt ez a konferencia sorozat, aminek szánták? Hát én azt gondolom, hogy elérte, mert a cél, amit elmondtam a beszélgetés elején, az azt gondolom, hogy megvalósult. Egy nagy ívet kapott a hallgatóság, és immár ezen keresztül, a köteten keresztül, majd az olvasóközönség is, arról a folyamatról, hogy mi is történt ezzel az országgal, ezzel a várossal, ezzel a vármegyével 1918 és 1920-21-22 között. A kötet egyébként, amelyet a Ráció kiadó gondozott, és ugye Székesfehérvár megyei jogú város adott ki, a szakmai partnere pedig a Magyarság Kutató Intézet volt. Én azt gondolom, hogy azokat a tanulmányokat tartalmazza, és olvashatók azok a tanulmányok szerkesztett formában, amelyek előadásként elhangzottak a konferencián. Közel 30 tanulmány olvasható
ebben a kötetben, szerkesztve, lábjegyzetelve, hivatkozásokkal, tehát a tudományos igényességnek maximálisan megfelelve, és azt gondolom, hogy ha megnézzük ugye 2019, 20, 21-ben, 22-ben, azért Trianonnal kapcsolatban számos kötet, munka jelent meg. Talán nem tévedek, és engedjék meg, hogy szerkesztőként és szerzőként is kicsit hazabeszéljek, hogy ez a kötet a trianoni szakirodalomban mindenképpen mérföldkövet fog jelenteni. Nos, én köszönöm szépen Vizi László Tamásnak, és kedves nézőink, és engedjék meg, hogy a szerkesztő utolsó gondolatával búcsúzzam, és ajánljam figyelmükbe. Gróf Károly József Székesfehérvár és Fejér megye főispánjának örökérvényű szavaival ajánljuk a kötetet a szerzők és a szerkesztők a tisztelt olvasók figyelmébe, múltjához híven, elszámva a jelenben és bízva a jövőben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.